Hát Imre, gratulálok a magyar bajnoki címedhez, ez az első magyar bajnoki címed, amit itt szereztél most a Kunhegyesi versenypályán. Nem tudunk kezet fogni, mert hát nagyon el vagy látva itt kupákkal, meg érmekkel. Arra kérlek, hogy beszélj nekem inkább a taktikájáról magának a versenyre, hogy hogyan készültél fel erre, egész onnan, hogy volt egy válogató, egy előválogató, ahonnan kevés pontot hoztál, és ugye ez sikerült kevés ponttal is megfejelned. Igen, hát ugye ez a bajnokság, ez 8 fordulóból áll. Az elődöntő része a Szegeden volt, ahol pontyozni, kárászozni kellett, tehát teljesen más jellegű pecát kellett horgászni. Sokszor szoktunk Szegeden horgászni, nagyjából sejtettük, hogy mit fog mutatni a pálya. Ellentétben azzal, amit vártunk, teljesen más horgászatot kellett bemutatni. Elmaradt a klasszikus pontyozás, kárászozás, és helyette inkább ilyen dévérhorgászat jellegű pecával kellett megoldani, megfejteni a pályát. Igazából azt tudnám mondani, hogy dévérezni kellett kárásztra és pontra, tehát földeszúnyoggal, nagyon finom szerelékkel kellett őket megfogni. Ez sikerült viszonylag hamar észrevennem. Az első fordulóban horgáztam egy 4-est, utána rájöttem arra, hogy igazából ez az út nem jó, amit csinálunk. Módosítottam az etetőanyagon, a csalibejuttatáson, finomítottam a felszereléseken, és utána már sikerült 3 darab 2-est horgáztam a 4 fordulóba. Így elég előkelő pozícióból a 3. helyen sikerült tovább jutnom a döntőbe. És úgy gondoltuk, hogy erre azért rendesen fel kell készülni. Ez egy olyan pozíció volt, amire úgy gondolom, hogy nem is számítottam előtte, tehát ez egy meglepetés volt, hogy Szegedről ilyen jó eredménnyel tudjak tovább jutni. És szerettem volna igazából kihasználni ezt. Célkitűzés az első 6-ba kerülés volt, szerettem volna ezt a 6-ban lévő helyet megtartani. Ez sikerült felülmúlnom. Egyszer lejöttünk ősszel, csapattársam a Magyar Balázsral egy ilyen előzetes terepszemlére, horgáztunk 2 napot a pályán. Teljesen más arcát mutatta akkor is, nagyon sok halat fogtunk, ilyen 10-10 néhány kilónyi dévérkeszeget, karikát kellett fogni. Akkor igazából a karikák mellett szelektálni kellett a dévért, most viszont örültünk, hogyha valamit tudtunk sok esetben fogni. De akkor már nagyjából rájöttünk arra, hogy mik azok a szerelékek, azok a technikák, amik alkalmasak lehetnek erre a pályára, és felkészülésünket úgy terveztük, hogy egy héttel a bajnokság előtt volt itt egy nyílt nevezéses verseny, Szenzasz Kupa, hogy előtte edzünk egyet és megmérkőzünk ezen a versenyen, kipróbáljuk magunkat, hogy mégis milyenek az elképzeléseink, jó irányban haladunk-e ezzel gondolt taktikával. Ezt a Szenzasz Kupát sikerült megnyernem, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó biztató előjel, hogy igenis jó az út, amin járunk. Nagyjából ezt kell tovább folytatni, finomítani. De még változott a pálya a Szenzasz Kupa után. Azt gondoltuk, hogy esetleg fognak érkező halak jönni ide a vízhez, az etetés hatására, hogy minél több nagy testű hal lesz a pályán. Ennek ellenére nem érkeztek meg ezek a halak. Ami itt volt, az elfinnyásodott, elfogyott, a karikakeszegek elteltek, nem táplálkoztak intenzíven, és előkerültek a snecciző botok is. Az egy biztos pontnak tűnt. Habár az se volt olyan mennyiségben, mint amire számítottunk, előtte 10-10-valahány kilónyi sneciről beszéltek a pályán, hogy olyan mennyiséget lehet fogni, de elkezdett hűlni a levegő, a víz elkezdett tisztulni, így óvatosabbá váltak a halak is, étvágytalanabbá váltak, sokszor a küszökre is úgy kellett vadászni, tehát akár 5 méteres bottal a víz közepéről fogdozni őket, mert nem jöttek ki igazából az etetésre. És így ezekkel az előjelekkel vágtunk neki így ennek a 4 fordulónak. Úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült ezt végül is. Szerénység nélkül mondhatod, így sikerült. Így megfejteni. Igazából nagyon sok esetben a küszöző tudás az, ami segített átvészelni olyan pozíciókat, például a szélső szektoroknak a belső helyére is húztam 2 alkalommal, amit nem tudtam volna úgy gondolom keszelgen megoldani, lévén a szélek azért lényegesen erősebbek, és ilyenkor tudtam úgymond pontokat menteni, sőt még jó eredményt is elérni kimondottan a küszhorgászattal. Az elején ugyan a keszeget próbáltunk megfogni, minden forduló előtt rakósbottal, tehát ilyen 10 percet, 20 percet, 30-at, amíg adja a víz a karika keszeget, bodorkát, addig arra horgáztunk, és amikor már 4-5 úsztatás volt, amit kapás nélkül átvészeltünk, akkor kijöttünk snecire, illetve kijöttem snecire, és megpróbáltuk ezt így végig horgászni. Ez 3 fordulón keresztül így működött is. A 4. fordulóra viszont a szélső szektorba kerültem ismét, egy olyan pozícióba, ahol még számítani lehetett keszegekre.
Előző nap jó fogtak, nagy súlyt, úgyhogy fel kellett azt mérni, hogy ott bizony már a küsszel nagyon nem lehet labdába rúgni. Így kimondottan keszekhorgászatra készültem, de az előző fordulóknak a sikereinek köszönhetően volt 6 pontos előnyöm, ami úgy gondoltam, hogy talán kitarthat, nagyon erős szektor volt. Igazából majdnem, hogy biztonsági horgászatot szerettem volna horgászni, tehát nem kockáztatni, megnyerni a szektort, hanem megpróbálni megvédeni ezt az előkelő pozíciót, és úgy gondolom, ezt egy 3-assal sikerült is teljesíteni. Hát gratulálok hozzá! Milyen szerelékekkel horgásztál egyébként raposboton? Mert itt ilyen úsztatásokat láttam, úgy, hogy ilyen 2-3 grammos laposúszókat láttam nálam. Mi volt a bevált módszer, amivel horgásztál? Kétféle típusú szereléket használtam. Az egyik az karika horgászatra volt kihegyezve. Ezek ilyen 2-3 grammos duci úszók voltak, amiket végigúsztattam közepetés környékén, még akár lejjebb is. Ezt pinkivel csalisztam, és az etetés elején odaugró karikákat szerettem volna ezzel megfogni, és utána a földeszőnyök hatására bíztam benne, hogy be fog állni a dévér. Azt viszont már nagyobb, 4 grammos duci úszóval próbáltam megfogni, illetve lapos úszószerelékekkel, amik segítik a teljes megállítást. Tehát ezeket 3-4-6 grammos méretben tettem ki. Úgy gondoltam, hogy 3-4-es lesz a legideálisabb, de a mai nap folyamán a 6 grammossal tudtam a legtöbb dévért fogni. Hát gratulálok még egyszer a magyar bajnoki címedhez, első alkalommal fog fölkerülni a kupára a neved. Hát kívánom azt, hogy még azért egy párszor kerüljön föl, ez csak rajtok fog múlni. És hát így jogot szereztél, gondolom, jövő évre valamelyik világbajnokság vagy Európa bajnokságon való részvételre, és amiért már most sok sikert kívánok. És hát hajrá Szárkovics Imre, gratulálok még egyszer. Nagyon szépen köszönöm. Csak megoldjuk valahogy. Köszönöm szépen.